Sziasztok, Borics Ádám vagyok, profi MMA harcos. Egy újabb tippeldés videóval érkeztem nektek. Nem más fogunk megnézni, mint a UFC 280-as gáláját, ahol a főmérkőzés Islam Makhachev fogja védni Charles Oliveira ellen, a UFC 70 kg-os könnyűsúlyú övéért fog zajlani a küzdelem. A gála nagyon jó fight card-dal rendelkezik, Abu Dhabiban fogják megrendezni a mérkőzést, kapunk co-main eventként még egy 61 kg-os címmérkőzést, ahol Aljamain Sterling fog összecsapni TJ Dillashawval. Ez a UFC-től már megszokott, hogy igazából két címmérkőzés is odaraknak egy-egy ilyen nagy gálára. A prelinsben is vannak nagyon jó mérkőzések, de nem akarom túlhúzni az időt. Az utolsó négy mérkőzést fogjuk megnézni, kielemezni, hogy szerintem kik az esélyesek, szóval csapjunk is bele! Az első mérkőzésünk Benil Darius és Mateusz Gamrot között fog zajlani, 70 kg-ban lesz a mérkőzés. Benil 21-4-es mérleggel rendelkezik, a vele szemben álló lengyel pedig 21-1-es mérleggel. Mind a ketten földharcban erősek, Benilnek az állóharca nem olyan erő szerintem, mint mondjuk Mateusznak. Mateusz se egy igazán állóharcos bunyós, hanem leginkább szerintem nekem az akarata és a kondíciója az, ami nagyon kiemelkedő. Az utolsó mérkőzése ugye pontozással ment végig, és ott bemutatta, hogy milyen iszonyatos kondícióval tud végigmenni 3x5 percet. Ugye ez a mérkőzés is 3x5 percre van kiírva. Benilnek ugye már egy utolsó mérkőzése elmaradt, Islam Makhachev ellen lett volna a mérkőzése, ott volt valami sérülés, azt hiszem ők februárban csaptak volna össze, szóval nála van egy kisebb kihagyás. Mateusz ugye júniusban bunyózott utoljára, elég aktív srácról van szó, 31 éves, Benil 33. Én úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést a utolsó teljesítményük alapján Mateusz hozni fogja. Úgy látom, hogy kondiban meg fogja tudni verni Benilt. Szerintem pontozással fogja hozni a mérkőzést, szóval én ebben a párosításban a lengyel sráccal megyek. Menjünk tovább, a következő mérkőzésünk 61 kg-ban fog zajlani. Egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes mérkőzésről lesz szó. Peter Yan, korábbi UFC világbajnok fog összecsapni a UFC egyik legeladhatóbb arcával, Shane O'Malley-vel. Nagyon nagy lesz a méretkülönbség kettejük között, teljesen más a testfelépítése mind a kettőnek. Shane O'Malley ugye 15-1-es mérleggel rendelkezik, de az egy veresége az sérülésből adódott. Peter Yan 16-3-as mérleggel rendelkezik, úgy gondolom, hogy mind a kettejük most vannak a karrierjük csúcsán. Valószínűleg Shane O'Malley-nek ez lesz élete legnagyobb tesztje, még nem láttuk ilyen magas kaliberű harcos ellen, mint Peter Yan. Peter Yan ugye korábbi bajnok, szerintem ez a mérkőzés eldönteti, hogy ki mehet következőnek a 61-es címért. Nekem Peter Yan az egyik személyes kedvencem, az ő harcmodora, tudása, nagyon tetszik számomra, rettentő jó a mentalitása, nagyon jó boxsal rendelkezik, nagyon jó kondícióval, nagyon jó a takedown defenzív, sőt a takedownjai is jók. Shane O'Malley pedig nagyon jó ütemérzéke van, nagyon hosszú végtagjai, 61 kg-ban kimagaslóan magas, nagyon hosszúak a végtagjai. Egy szoros mérkőzésről lesz szó, megnézzük mondjuk, hogy a Tapology olvasói mit mondanak, 80% azt mondja, hogy Peter Yan fog győzedelmeskedni. Igazából én még nem láttam Shane O'Malley-t ilyen magas szintű ellenfél ellen. Lehetséges, hogy tényleg olyan jó, amit eddig láttunk, de én úgy gondolom, hogy Peter Yan tapasztalata és a fight IQ-ja az magasabb, mint Shane O'Malley-é, sőt, ő nagyobb harcokon vett már részt, sokkal magasabb szinten bunyózott már, sokkal magasabban jegyzett tudású harcosok ellen, mint O'Malley. Ugye O'Malley-nek az utolsó mérkőzése az egy rossz eye-poke miatt ért véget, viszont én úgy gondolom, hogy Pedro Munhoz pontozással vitte volna azt a mérkőzést, és Pedro Munhoz is egy nagyon magasan jegyzett harcos szerintem, szóval ott láttuk, hogy O'Malley-nek ha nem tudja hozni a saját bunyóját, akkor nehezen tud váltani. Én úgy gondolom, hogy Peter Yan fog győzedelmeskedni ezen a mérkőzésen. Remélem, hogy idő előtt befejezi, hisz Shane O'Malley az egyik legjobban eladható arc a UFC keretein belül. Nagyon nagy követő tábora van,
nyilván amerikai nagy közönség kedvenc, főleg a marihuánát szerető emberek azt a tábort is bevonza a UFC-nek, szóval a UFC nagyon sok pénzt lát benne, szerintem mindenképpen próbálják építeni, de most már itt az ideje neki is, hogyha világbajnok szeretne lenni, akkor nagyon magas olyan jegyzett harcosok ellen kell bunyóznia, és most megkapta ezt a kihívást, Peter Yan hozni fogja a mérkőzést. Érkezünk a co-main eventünkhöz, ami a 61 kg-os UFC övért fog zajlani. A címvédő Aljamain Sterling 21-3-as mérleggel rendelkezik, a vele szemben álló korábbi bajnok TJ Dillashaw 17-4-es mérleggel rendelkezik. Bevallom őszintén, számomra, amikor Aljamain Sterlingnek volt visszavágója Peter Yan ellen, akkor nagyon meglepett a teljesítménye. Azt gondoltam az első mérkőzésük alapján, hogy Peter Yan ki fogja végezni, de nagyon jó gameplant választva megnyerte a mérkőzést. Aljaminról tudni kell, hogy egy nagyon nagy darab, 61 kg-os bunyós. Ha YouTube-on követitek, most elég sok videót tölt fel a kempjéről, és ott is lehetett látni, azt hiszem, hogy ilyen 165 pandról indult, azaz 30 pandot kell fogynia a 135 pandos súlycsoportig, ami azért bőven 10 kg felett van, viszont a visszatöltés során is nagyon nagy lesz, ennél jóval szerényebb visszatöltési adatokkal rendelkezik TJ Dillashaw. TJ Dillashaw ugye korábban meg tudta csinálni az 57 kg-ot is, persze nagyon kemény diéta árán, de úgy gondolom, hogy a fizikai előny mindenképpen Aljamain Sterlingnek fog szólni. Aljamain Sterling 33 éves, TJ Dillashaw pedig 36. Ugye TJ Dillashaw-nak a utolsó mérkőzése nyertes, azelőtt viszont kikapott. Érdekes, hogy miért ezt a párosítást hozták össze. Peter Yan talán még jobban megérdemelne még egy visszavágót, de ez nem az én dolgom, nem én vagyok a meccszervező. Én Jose Aldo-val szerettem volna látni Aljamain Sterlinget, de sajnos Aldo elbukta az utolsó mérkőzését, ezért vissza is vonult. Nekem Jose Aldo a all the time best bunyós a UFC-n, sőt az egész MMA keretein belül. A mérkőzésről magáról mind a ketten birkózó alapokkal rendelkeznek. TJ stílusa egy ilyen különleges, nagyon sokszor váltja a szöget, alapállást vált ütés közben, Aljamain Sterling pedig kicsit ilyen, hogy is mondom, vér stílusa van az állóharcban, de viszont birkózása nagyon erős, sőt fizikálisan nagyon erős, tehát a magasság a 171 cm, 168 Dillashaw-nak, és a reach-nél van 10 cm különbség. Úgy gondolom, hogy fizikális erő és a reach különbség miatt, sőt szerintem Aljamain jobb birkózó is, mint Dillashaw, úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést a bajnok meg fogja védeni az övét, szóval Aljaminnal megyek ezen a mérkőzésen. El is érkezünk a main eventünkhöz, amit Charles Oliveira és Islam Makhachev fog vívni a UFC könnyűsúlyú övéért 155 pontban. Ugye az utolsó mérkőzésen Charles Oliveira legyőzte Justint, de nem hozta a súlyt, ezért megfosztották az övétől, és mondja, ilyen üres cím van most a 155 pontos övnél. Ugye mind a ketten karrierjük csúcsán vannak. Érdekesség, hogy Charles Oliveira mérlege 33-8, tehát 40 mérkőzés felett van, Islam 22-1-es mérleggel rendelkezik, mind a ketten a 30-es éveik elejét élik, Charles 33 éves, Islam pedig 31 éves. A UFC-ben megfigyelhető szerintem az, hogy egyre inkább nagyobb hangsúlyt vetnek az orosz dagesztáni bunyósokra, ez szerintem annak köszönhető, hogy Khabib 2.0-át, 3.0-át szeretnének összehozni. Ez viszont szerintem annak köszönhető, hogy Khabibot igazából nem ismerték azelőtt annyian, sőt nem volt ilyen világszintű hírverése, mint mondjuk a Conor mérkőzés előtt. Ez is mutatja, hogy Conor McGregor mennyire fel tud emelni valakit, a hírverését, ha valakivel bunyózik. Megnézhetjük Nate Diazt is, persze híres volt azelőtt, de közel se annyira, persze Khabib is híres volt az ő népe körében, társadalma körében, de ahogy Conorral megbunyózott, az egész világ megismerte őt,
és úgy érzem, hogy a UFC olyan politikát folytat, hogy próbálja az orosz bunyósokat, én Khabib 2.0, 3.0-ba eladni őket, és iszlámot is úgy próbálják promózni, mint Khabib utódját, ami lényegében elég igaz is, hiszen ugyanaz a stílus, Khabib edzi, ugyanabból az iskolából jönnek, Khabib édesapja is edzette iszlámot, és ez volt a jövőképe, hogy iszlám lesz az utódja Khabibnak. Egy nagyon kemény mérkőzésre számítok, nekem Charles Oliveira nagyon-nagyon szimpatikus, ő már nagyon régóta, 20-as évek eleje óta van a UFC-ben, megmondom nektek pontosan, hogy mikor volt az első UFC mérkőzése, 2010-ben volt az első UFC mérkőzése, 12 év ezelőtt. Érdekesség, hogy nagyon hosszú karriert futott be, volt csak győzelme, veresége. 2017-ben kapott ki utoljára Paul Felder ellen, és azóta összehozott egy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-es nyerő szériát, ami azért elképesztő az MMA-ban, hogy 11-es nyerő szérián legyen valakinek. Nagyon sok veresége volt, és onnan küzdötte fel magát a világ tetejére. Oliveira egy nagyon szerethető személyiség, de nézzük meg kicsit jobban a bunyóját. Charles Oliveira ugye egy nagyon magas harcosról van szó, aki karrieri elején 66 kg-ban is bunyózott, viszont 178 centi, pont annyi, mint én. A reach-e viszont nagyon-nagyon hosszú, 188 cm. Iszlám ugyanúgy 178 cm, de az ő reach-e majdnem 10 cm-vel kevesebb, 179 cm. Charles ugye nagyon jó BJJ alapokkal rendelkezik, ha azt hiszem neki van a legtöbb submission győzelme a UFC-n, UFC keretein belül, nagyon jó állóharccal rendelkezik, kicsit ilyen Muay Thai stílusban verekszik, az az érdekesség Charlesben, hogyha megütik, utána csak egyre jobban tér vissza, egyre jobban felspanolja magát, hogy nem tudom, bele lendül a bunyóba, nagyon jó állal rendelkezik, de ez szerintem a későbbiekben ki fog jönni, ha valaki ennyi ütést szed be, vagy leütést, az a későbbiekben gondot tud okozni, úgy szokták mondani, hogy elmegy a csin. Iszlám egy tipikus szambó harcosról van szó, aki nagyon erős birkózással rendelkezik, ő is nagyon nagyot fogyaszt, mint a mentora, Khabib Nurmagomedov is. Az első harc az leginkább szerintem mind a kettőjüknek a fogyasztás lesz. Charlesen lesz egy olyan nyomás, hogy a múltkor nem sikerült hozni a súlyt, tehát biztos vagyok benne, hogy hozni fogja a súlyt, de mentálisan biztos, hogy nehéz lesz neki erre felkészülni. Pár napja bejelentették hivatalosan is, hogy ennek a mérkőzésnek lesz egy háttérbunyósa, hogy ha valamelyik harcos nem tudja hozni a súlyt, vagy nem tudom, valami sérülés lenne esetleg, vagy valamelyik covidos lenne. A UFC pehelysúlyú bajnoka, Alexander Volkanovski ugyanúgy be fog mérlegelni, és ott lesz backup bunyósként erre a párosításra. Szóval a UFC biztosra megy. Na de nézzük meg a mérkőzést kicsit komolyabban. Charles Oliveira, ugye, ahogy mondtam, BJJ és Muay Thai alapokkal rendelkezik, viszont a birkózás elleni védekezés is nagyon jó. Iszlámnak viszont nincs olyan nagyon jó állóharca, de azért egy közepes állóharccal rendelkezik, de a vele szemben álló bunyósoknak mindig félnie kell attól, hogy le ne vigyék őket földre. Iszlám szerintem még nem bunyózott ilyen harcossal, mint Charles Oliveira. Charles nem az a tipikus bunyós, akit levisznek és fél, hogyha a hátára kerül. Nagyon veszélyes a hátáról is, nagyon jó brazil jiu-jitsuja van. Kevés bunyósról mondható el manapság az MMA-ban. Iszlám szerintem ezt pontosan tudja, hogy milyen partnerekkel kell készülnie erre a mérkőzésre. Biztos vagyok benne, hogy hoztak neki olyan partnereket, akik nagyon jók a brazil jiu-jitsuban. Iszlámnak iszonyatosan jó kontrollja van, ha top pozícióba kerül. Nagyon jók a földrevitelei. Az orosz bunyósoknál azt szoktam látni, hogy 5 menetben kicsit azért el szoktak fogyni. A kulcs az lehet Iszlámnak egyértelműen, hogy földre leviszi Charles Oliveirát, kivédekezi a brazil jiu-jitsut, lentartja, pontokat gyűjt, aztán fárasztja is ott Oliveirát, és mondjuk akár, nem mondom, hogy egy submissionnal, de inkább egy grand and pound-dal be tudja fejezni, vagy pontozással meg fogja nyerni ezt a mérkőzést úgy, hogy 5 meneten keresztül top pozícióba lesz. Oliveira szerintem ennél sokkal veszélyesebb a finishre, benne van az, hogy elkapja
iszlám hátát, vagy akár ha iszlám leviszi és valahogy a háta mögé kerül Oliveira, akkor benne van egy Rinnéki csók is, viszont Oliveirának szerintem van annyira jó az állóharca is, hogy ő be is tudja állva fejezni, vagy submissionnel, vagy kopogtatással fog nyőzni, iszlám pedig vagy TKO-val, vagy pontozással. Melyikre van nagyobb esély? Nézzük meg a Topology olvasóit. Mit gondolnak? 69%-a gondolja azt, hogy Oliveira fog győzedelmeskedni. Ez a leginkább 50-50 mérkőzés szerintem ebből a négy mérkőzésből, amit megnéztünk, de én úgy gondolom, hogy Oliveira tudja kezelni azt a nyomást, hogy most úgymond iszlám otthonában, hazai pályán lesz iszlám, és ennek ellenére én úgy gondolom, hogy Oliveira fog nyerni ezt a mérkőzést. Ez lett volna a UFC 280-as tippelde videó, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor iratkozz fel a csatornámra. A közeljövőben sokkal több tartalommal fogok jönni nektek, mert ezt a videót még a műtétem előtt vettem fel, de október 14-én fognak engem megműteni keresztalak szakadásra, szóval ezután sokkal több időm lesz videózni, sajnos nem tudok majd edzeni, számításaim szerint egy ilyen 3-3 és fél hónap után már vissza tudok térni boxolni óvatosba, de elméletileg a teljes rehabilitáció az ilyen 6 hónap lesz. Valakinek 9-et mondanak, de bízok abba, hogy egészséges életmóddal, táplálkozással, megfelelő rehabbal ezt a folyamatot fel tudom gyorsítani. Szóval köszönöm, hogy megnézted a videómat, hamarosan találkozunk a következő videóban. Kommentben nyugodtan írjátok le a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok a párosításról, és találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok! Bam!